Szezonja van a tökfaragásnak és az őszi színekhez igazított kreatív alkotómunkának. A napfényóvoda apróságai és az ő szüleik is igazán kitettek magukért. Egy nagyon kedves díjátadó ünnepségen vehetünk részt az elmúlt percekben, és hát nem nehéz kitalálni, hogy itt a háttérből is látható, hogy a tökfaragványokat díjazták, és nagyon ötletes alkotások születtek. Igen, az óvodában meghirdettünk egy tökfaragó versenyt, mivel a vírushelyzet és a körülöttünk lévő körülmények miatt ugye szülők nem jöhetnek be az intézménybe, ezért a korábban megszokott közös szülős programok helyett ugye kreatívan kell gondolkodni, és ki kell találnunk más módokat arra, hogy a szülőket mégiscsak bevonjuk az óvoda életébe. Ennek az első epizódja volt ez a tökfaragó verseny, amit meghirdettünk. A szülők otthon a gyermekeikkel készítettek nagyon szép töklámpásokat, ezeket behozták a gyerekek, aztán kiállítottuk őket, szavaztak a gyerekek, a szülők és az óvónénik, mert egy napra kiraktuk az ablakba is a tököket, hogy a szülők is ott is megnézhessék, és ezek után a mai napon volt egy átadás, ahol díjaztuk az összes résztvevőnek a munkáját. Sokszor elmondtuk, hogy nagyon fontos, hogy a gyermek, illetve a szülő együtt dolgozzon, és hát láthatólag azért ebbe a szülőknek vastagon benne volt a keze. Felteszem, hogy ők is nagyon élvezték ezt az alkotási folyamatot. Igen, ez most egy új dolog, de azt gondolom, hogy mindenből meg kell találnunk a lehető legjobb utat, minden ilyenfajta tevékenységben, úgyhogy így tudjuk bevonni a szülőket a közösségnek az életébe, és így a szülők otthon is foglalkoznak a gyermekeikkel célzottan. Sajnos a járványhelyzet mindenre rányomja a bélyegét, úgyhogy ettől nem lehet eltekinteni, nem lehettek most itt a szülők, ugye közeleg a Márton nap, illetve majd lassan az adventek is, és hát fel kell készülni arra, hogy nagyjából hasonlóképpen zajlik majd ez az egész. Igen, hát ugye a helyzet úgy adja magát, hogy ez az állapot úgy tűnik tartósabban fönn fog állni. Így úgy tervezzük a többi ünnepet is, hogy az óvodán belül tartjuk meg, kizárólag ugye a gyermekcsoportokban, minden csoport egyénileg ünnepel, de mindenre próbálunk olyan módot kitalálni, hogy azért valamilyen módon mégis bevonjuk a szülőket. Lesznek egyéb ilyen kezdeményezéseink, amikor a szülők a gyerekekkel együtt készíthetnek munkákat és hozhatják be az óvodába, és erre kértük ugye a WebTV-t is, hogy a munkákat vegye föl, és ilyen módon is eljuttathassuk a szülőkhöz a gyermekeik munkáját. Intézményvezető asszony, köszönjük az információkat, jó volt itt lenni, öröm volt itt lenni. Köszönjük szépen, és várjuk magukat máskor is sok szeretettel, minden jót kívánunk.